tanácsát kezelik a diákügyi programot. Ebből az alkalommal egy vendéget hívtunk el hozzátok, és ő nem más, mint Agárdi Szilvia, látássérült énekesnő. Fogadjátok őt a szeretettel! Nagyon-nagyon sok szeretettel köszönöm meg titeket. A fény árnyékában ezt az előadáshoz van nektek most. És nagyon-nagyon örülök, hogy ide is eljutottam, hogy a konferenciáról hozzátok is. Nos, ebben az előadásban több dologról is lesz szó. Többek között egy kicsit mesélek az én életemről, hogy hogyan éltem meg bizonyos dolgokat, és hogyan tudtam meg oldani bizonyos dolgokat, milyen volt a voice, és hogyan éreztem magam a voice alatt. Lesz egy meglepetés is az előadásban, és egy-két interaktív feladat is. De előtte mutatom egy kis filmet, amiben hát egy napomat igyekeztünk bemutatni. Egyébként nem ilyen sűrű, csak minden összeszedtünk így talán, amit szoktam csinálni. Annak nem látok, hogy mi mindent tudunk, mi mindent tudok én. Egy alig látó lány, aki a hangjával könnyeket csalt a mesterek szemében, Budapest a Voice stúdiójában. Nagyon emberi volt. Valahogy nagyon közel éreztelek magamhoz. És az éneklésed miatt egyébként, elsősorban a hangod miatt. Azt mondják, hogy a hang az maga a lélek is. Tényleg a lelked szól a hangokból. És csodálatos a lelked. Olyan szépen állt. Agárdi Szilvi születése volt, azt hiszem, semmit sem lát. Azt mondja, olyan, mintha egy lejövek magul, messziről szemlélni a világot. Fényeket és körvonalakat érzékel, pedig botot mégsem keressenek a kamaszlány kezébe. Néha ide is folyinkodik a látássérülésen, néha is szoktunk egyesre hozzá, de nem lát, és akkor ezeken annyira szoktam, nagyon sokat szeretünk így, elhumorizáljuk a betegséget. Szilvi tizedikes itt ebben a kezdői szakközépiskolában, azt, hogy a lány szinte vak, az osztálytársai csak az utolsóként említik, amikor Szilvit jellemzik, nem úgy, mint a hangját. Látom a szélre. Én ebből is egy végig. Az osztálytársak tehát nem csodálkoznak, hogy Szilvi komoly megmérettetése vállalkozott. Ő pedig azt is elárulja, hogy miért a voice-ot választotta. Hát végül is ezek jelentősorban csak a hang számít, úgyhogy ezeket is jelentkeztem át. Mert remélem, hogy itt megkapom azt, hogy itt csak a hangomat fogják figyelni, és nem azt, hogy milyen vagyok. Most néhány óra ismerettség után a kedvessége és a forgalma mellett feltűnt, hogy Szilvi a 17 éves lányokhoz hasonlóan megerősen jó. Az énektanár felért a lépcsőfordulóban, ma megnézeket ki a tükörben. Aztán persze menj tovább az énekórára, megjegyzem magasan van mindenféle segítség nélkül. Ami másnak a látás, az neki az éneklés. Azt akartam, hogy az emberi rasszásra, hogy itt van egy alitatóan, és éli az életét, a maga kis burkolt életét. Én nem azt akartam mutatni, én azt akartam mutatni az emberekre, hogy nyitott vagyok. Szilvi hetente többször jár kardió edzésre, legjobb barátnőivel, Zsuzsival, aki mindenben segít neki, persze csak akkor, ha Szilvi egyedül nem boldog volt. És persze egy hihetetlenül büszke apukával, aki egy korafaluk legerősebb embere volt. Ez persze mit sem számít, a lányára néz elgyengül. Nem mondanék igazat, hogyha nem a tényleg az apuka, na hát akkor most hú, ez tényleg én vágyom. Hát az enyém. Gyakat is meglágyítja, és ez a nézők is.
van a szememre, úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked. Jó napot, szépen, hogy rúgban is fordult meg. Tudja az élményemet talán nézelejére. Szilvia, látszat ellenére egyáltalán nem félik. Szülei szerint, ha kitalál valakit, arról lehetne beszélni. Az, hogy nem lát, semmitől sem veszi el a kedvét. Ezzel a speciális objektívvel ellátott képpel például bármit el tud olvasni. A gyermekek készfogásra közben lépegetnek és éneklik a dalt. A 17 éves lány a külsejét sosem hanyagolja el, még a sminket is sem bízza másra. Legfeljebb a végén anyukájától vagy a barátnőitől kér egy kótról pillantást. Jó, jobb érzés, hogy fölőjes lehetek. A lánynak az éneklés mellett van még egy szenvedélye, ez pedig a lovaglás. Amikor csak teheti, meglátogatja kedvenc lovát, ez neki tulajdonképpen nyugodt terápia. Szilvia azt mondja, hogy a lovaglás rengeteget segít neki a félelmeit leküzdeni. Ezzel folyamatosan annak próbára teszem, hogy meddig bírok elmenni, miket tudok megcsinálni. Borzasztó önkontrollt igényel a lovaglások, fegyelmezettséget követel, figyelni kell másokra. És akármilyen furcsához így, de nagyon-nagyon megtanítja az embert a fegyelemre. Magát Szilvik legközelebb a Voice Power előadásában láthatják, amit ismét próbára teszi magát. Amikor megszületik egy kis magány családban, akkor bizony nagyon nagy az öröm. Mindenki nagyon-nagyon boldog. Hú, hát ez az én kis magám megszületett, itt van. Mindenem megvan, a szeme, a szája, az orra, a hajacsája, a kezecsége, a lepacsája, mindenki nagyon-nagyon boldog. Aztán eljönnek az orvosi vizsgálatok. Megnézzük a szemét, a fülét, a hallását, minden rendben van-e. Aztán az orvos odahajol a munkához, és azt mondja neki, anyuka, a maga babája nem lát. El tudjátok ezt képzelni? Elfogadnátok egy olyan kis babát, aki nem lát? Elfogadnátok? Igen. Ott? Mindenki? Mindenki? Igen. Nem látok a magamért, figyeljük. Hát persze. Persze, hogy elfogadnátok. Na, mondjuk, hogy igen, nem volt ilyen határozat, nem? De elfogadtak persze a szüleim. A kezdetleges sok után jött a sok kérdés. Hogyan fogja tanulni ez a kislány írni, olvasni, számolni, rajzolni, festeni? Hogyan fog megtanulni látni? Gondoljatok bele, hogy megtanulni látni. Ugye a látó kismagát a környezetből szinte ellesik, hogy hogyan van az a bizonyos mozdulat, megtanulják vizuálisan. De én nem láttam semmit. Nem tudtam, hogy hogy néz ki ez a mozdulat, hogy kell jól megcsinálni. És ezt meg kellett tanulni. De nem akárhogy. Képzeljétek, hogy a lakásunkban fehér fal volt. És a szüleim kitalálták, hogy ágyjátékot játszanak velem. Miért jó, de jön a kérdés. Ugye az árnyék az nagy, nagyon nagy területű. És azt szinte bárki meglátja, akinek van egy minimális látás. És ugye nekem az volt a feladatom, hogy kövessem. És ahogy követem az árnyékot, használni kezdem a szememet. Aztán szintén fehér volt a járólap, nagyon világos fehér. Hát fehér, ugye. És óriási színes golyókat elkezdtek kurigatni. Ugye hallottam a hangjukat, hogy merek nyúlnak, és mondták, nézd, ugye, ami gurul, az körül, akkor stab, én stab, meg így mondom, meg milyen hangja volt, én látom. Nem sokat látom, az tény és való, a bal szememre semmit, a jobbra pedig körülbelül 9%-ot, szóval ez nem olyan sok, de igyekszem beosztani. Az életemben az egyik legnagyobb akadály az iskola volt. Mert
ahova én szerettem volna látó gyerekek közé, ahova szerettek volna a szüleim bejutni, ott azt mondták, hogy ne, nem vesszük föl. Nem vesszük föl azért, mert Szilvi elveszi a tanárnő energiáját, túl sok macera. Nem adom neki tudást. Ugyan nem. Aztán hónapokig keresték a szülők azt az iskolát, ahol egy tanárnő azt mondja, hogy miért is nem. Tudást adok neki. Megtanítom írni, olvasni és számolni. És meg is találták rezident, ahol egy tanárnő azt mondta, hogy én merek. Merek előre lépni. Miért ne? Hát megpróbálhatjuk, nem? Én nem tudtam, hogy néz ki a betű. Nem láttam a táblát. De mégis megtanultam. De nem akárhogy. Az osztályon sötét volt a linoleum. És a tanárnő kitalált, hogy hatalmas virító tapadó szalaggal leragasztja a betű formáját a linoleumra. Kérdeztem, hogy ez miért jó? Most ez nekem miért jó tanárni, állítani, nem miért? És mondta Szilvikém, te nem látod a betűt. Ezért érezned kell a testeddel az alakját. És akkor tettem egy kört, és akkor hogy így járunk körbe, ugyanis csak amit körbejártál, ez az O betűnek a körje. Aztán szaggatott vonalon végigvezette a kezemet a betű formáján. És így éreztem a kezemben is a mozdulatot. Nem láttam, én éreztem. Aztán a látom szektársaim, akik egyébként teljesen jól látták a táblát, azt mondták, hogy ha adnak ő, mi is ugyanígy, hogy a Szilvi. De tetszik, jó? Mindig mindent ugyanúgy akartam csinálni, mint a többiek. Mindent. Én, aki az Orra hegyén is nehezen lát el, rávettek arra, hogy jelentkezzek egy futóversenyre látó közé. Ugye milyen lett kíváncsi gyerek? Hát én is milyen volt. Szívük, jó, lesz egy verseny. Jó, megyek. Milyen verseny? Futó. Ja? Hát volna még egy pont a mehetnek. A fogalmam sem volt, hogy mire vállalkozok egyébként. Hát de hogy látom el a pályát? Az sem volna a pálya. Verseny előtt a barátnőm körüljáratta velem a pályát. Eljött velem, és akkor mesélte mindig, hogy nézd csak, itt van egy búja, jobb oldal, bal oldal, de ez van, az van, ez egy fa, hát nem ennek kívül, és próbáld meg. Jó, oké, mondtam neki, hogy persze. Azt is megbeszéltük, hogy fogjuk egymás kezét, hogy nem lesz szakadjuk a nagy tömegbe, hogy tartani tudjuk a tempót a többiekkel. Elindul a rajt, én pedig elkezdtem futni. És 10 másodperc múlva azt veszem észre, hogy a barátnőm keze nincs az enyémben. És csak egy kiabálást hallok. Szilvi! Nem így volt megbeszélve! És mindenki üvölt, hogy úristen, meg ne állj! Nehogy megvárt. Rájöttem, úristen, ez a barátnőm kiabált. Csak mondják, hogy menj előre, ne foglalkozz semmivel. Hát én meg csak menjek, azt sem tudtam, hol vagyok egyébként. Csak úgy futottam. Bejöttem a célba, és nem volt előttem senki. Két dolgon gondolkodtam. Vagy elmentek egy kört, vagy valami egészen más dolog történt. Odahajolt hozzám egy tanárnő, és azt mondta, megnyerted. De én? Igen, megnyerted. És ebben a pillanatban végigfutott bennem egy olyan gondolat, hogy baszta, hát valóban nem úgy látok, mint a többiek, sőt, egyáltalán nem úgy. De ugyanúgy csinálhatok bármit.
még megtehet a kínos? Nem vagyok ufósan beteg, csak más vagyok egy picit. Máshogy oldom meg a dolgaimat. Nem akartam feladni soha. Bár ez azért nem mindig volt így. Nem mondhatom el, hogy ez így volt. Mert amikor a húzból kiestem, hallani sem akartam arra, hogy én énekeljek. Fú, hagyjuk már, nem. Fú, ha kiestem, akkor nincs értelme, nem vagyok jó. Engem nem érdekel, mindig ezt mondtam. Hagyjatok. És mondták, hogy Szilvi, neked ez az életed, ezt csinálnod kell. Mindenki buzdított a családtagok, a rokonok, meg a barátok, hogy ezt nem szabad abba hagyni. Nem akartam elhinni, miről beszéltek. Aztán a húsz után jött a dal. A dalban pedig a döntőig szállhatunk. És utána rengeteg fellépésem volt. Énekeltem. És rájöttem, hogy hú, érdemes csinálni. Most elhoztam nektek egy dalt, amivel én bejutottam a voice-ba, ami nekem nagyon kedves, mert végre egy olyan dalszöveg, ami nem arról szól, hogy eljövő. És gyönyörű dalnak. Gyönyörű dalnak van ennek a dalnak. Szóval a halleluja. I'm
Szerintetek? Ciki meghívni egy magat moziba? Na? Kicsit? És jönnénye rögtön voltunk kb. És ötletegett, hogy hol mehetnénk a ti után. És nagyon aranyosan egy srác felkérelt, hogy hát én tudom, megyünk el moziba. És rám néz, nem megyünk moziba, jó? Hát nem családom. Mondtam, nem. Miért nem mennénk el moziba? Hát attól még, hogy nem látunk belőle semmit. A hanghatások nagyon jók. Bizony, nagyon élethűek. Amikor velem találkoznak az emberek, rengeteg kérdésük van felém. Mindig meg szokták kérdezni, hogy Szilvi, álmodnak a vak emberek? Egyáltalán ti álmodtok? Szerintetek? Persze, hogy álmodnak. Mindig megkérdezik. Én például álmodban érzem az illatokat. Ugye, lány vagyok, be kell oldanom a háztartási dolgokat is. Olyan párosított idegak? Szerintetek? Anya, nem hallom. Méret, ha? Anya, mi van, ha egy csomag az anya? Szín, hát mi nem lehet. Nagyon aranyos, voltam egy iskolában, a jelzős iskolában, ahol megkérdeztem ugyanezt, és nagyon édesen megkiabálta valaki, én tudom, a lábszak, valakinek. Nem, tehát megnyugtatok mindenki, nem a lábszak, valakinek párosítjuk össze az oknikat. Mielőtt berakjuk a mosásba, mielőtt berakom a mosásba, összecsítettem a párt egy csipesszel. És amikor kiveszem, nem kell párosítanom. Ilyen nézni az egész. Aztán, honnan tudja egy vakember, például én honnan tudom, hogy milyen színű ruhát, visel. Mi alapján jöjjük el? Úgy teszem be a szekrénybe, megkérdezek egy látót, de mi van, ha nincs látó a környezetemben? Hogyan oldom meg? Anyag. Aha. Anyag alapján tudom, milyen színű ruha. Ez is egy megoldás. De mi van, ha három egy csomó anyag, és mind más színű. Címkébe pufi festéket, pöttyünket jelölök. Egy pötty sárga, kettő kék, három piros. És csak ki kell tapintanom a pöttyüket a címkében, és nem is tudom, hogy milyen színű ruhám. Ilyen egyszerűen nem lehet oldani a dolgot. Oké. Szeretnék most kérni ide mellém két embert. Ki az, aki vállalkozna erre a fordulat? Ne izguljatok ezt még! Sziasztok! Figyeljetek, nagyon érdekes lesz a szakvállalat! Sziasztok! Na, melyik ötök vállalja a box szerepét? Kapni egy olyan szemüveget, amivel semmit nem fogsz látni. Oké, ezt most kérem, addig húzd fel, hogy az uramásra lásd ki semmit.
Tehát semmit nem, elvileg te semmit nem látsz benne, tehát én ezt nem tudom. Még vissza a helyben az van. Kap egy segédeszköz, mindenki tudja mi a neve. Biztos. Séta volt mondani. Hát elviszem sétálni minden nap az igaz, de teljesen más pozíciót töltve. Fehér volt, jól mondott valaki, ezzel közelebb mi, ez a mi szemünk, mi mond. Oké, ezt most oda tudom kezdve. És figyelj, úgy tudod használni, hogy szezol le. Fogod? Fogja? Oké. Jobbra mellett. Így használom. Jól van. A feladatot pedig a következő. Látod, hogy át akar menni a zebrának, tehát a zebra előtt. Szerinted, hogy lehet egy vaknak a legmegfelelőbben segíteni? Mit csinálsz ilyenkor? Megfogod a kezét és rákísérd. Szólj előtt, mit szólsz neki? Szólsz neki. Fontos, mert fontos, hogy szóljatok, hogyha egy magakhoz oda lépett, mert ő nem látja, hogy ti ott vagytok mellette. És csak itt tudtok vele kontaktban lépni. Múlt héten volt egy nagyon érdekes kis példa ellen. Ott álltam az ebrán, és jött egy bácsika nagyon aranyosan, és megfogta a fontos kezemet, és húzott maga után. Zsuka, hova megyünk? Köszönöm.
Köszönöm szépen!
fiát ide, mellél. A csüllátás
Az azt jelenti, hogy előre lát az ember egy picit oldalon, de meg is számít, és nekem is csodálatosan van egyébként, úgyhogy ő most hasonlóan talán kicsit jobban is látott, mint én abban a szemüvegben. Valóban nem egyszerű olvasni, tudást tenni, információt megkapni. De hogy volt ez régen, szerintetek? Hogy volt ez régen? Hogy oldottam meg egy magukra, hogy meg tudjon napi híreket? Hiszen nem volt tévé, akkor van mennyire kommunikált megkérdezik. Mutatok most egy hírjelenetet, ami egy regényből látható, és találjátok ki, kérlek majd utána, kíváncsi vagyok, kitaláljátok, hogy melyik regényből láthatjátok a kisfiamat, azt mondjuk, hogy visszakérdezik. Napi hírek. Regényből jelentik, hogy egy Benz nevű német mérnök egy olyan újfajta kocsit szerkesztett, amely Benz által, benzin által hajtva magától szalad. Mit mond? Hogy magától szalad? Azt mondom, nincs elébe fogva? Alulról nincs szó a műsárban, kósalaki. De szalálság az egész. Hogy a szekér ló nélkül szaladja. Éppen olyan szamárság, mint a kormányozható léghajó. Egyszer Kocsalaki úr, kérem, a vasút is lónélkül szalad. Az más, fia, a vasút, az vasút, de a szekér, vagy csak szekér. Az idei jóista bár rendezőbizottsággal elhatározta, hogy... Bár engemet már nem érdekel, én már kitárcoltam magamat. Hagyja, fia! Úgy is menten igaz óra. Szerintetek melyik? Melyik? Így van, elég jó, mint a lányból. Ugye tudjátok, hogy Kósalaki úr nem látott, és ő mégis mindig mindent tudni akart a környezetéből, és ő megkérte Nyilas Misikét, hogy olvassam neki, hogy lenne maradjon az aktuális hírekről. De napjainkban erre a problémára nekünk nagyon-nagyon jó gyógyírunk a lapról hangra kezdeményezés, aminek az a lényege, hogy látó önkéntesek olvasnak fel olyan újságokból, ami csak nyomtatottan jelenik meg, mert azt mi nem tudjuk elolvasni, illetve csak látó segítségével, de nincs mindig velünk látó. Jön a kérdés biztos, hogy olyan jó kis beszélő programok vannak maguknak már, ami az online cikkeket elolvassa. Igen ám, de az nem jó. Az egy nagyon-nagyon gépi hang. Azt is kimondja, hogy vessző. Pont. Gondolatjel. Gondoltuk vele meghallgatni egy finom szerelmi valamást, azért szeretlek rúzsán, vessző, örülök. Nem jó. Nem élvezetes, ugye? Amikor egy emberi hangot hallunk, az teljesen más. Hangsúlyozott. Olyan, mintha meg kell olvasna, át tudom élni, amit hallok, teljesen más. És ez az előnye a lapon hangának, hogy emberi hangok olvasnak fel az újságokban. Mondjuk, teszem azt, hogy volna kedved egy picit olvasni, és előtte helyen mondjuk egy kapja a National Geographic újság, és ott látsz egy jó kis cikket. Előkapod a kis okos mobiltelefonodat, és fel tudod vele venni egy perc alatt hangfelvételre. És fel tudod tölteni a www.laponhangra.hu-ra. Én is részesen vagyok az oldalnak, és nagyon-nagyon örülünk mindig, amikor érkezik egy-egy cikk, és olvasnak fel egy-egy cikket. Van egy 7 éves kisfiú, aki minden nap támogja a lapra a hangrára. Bepötyögi a kis ujjancsáját, hogy lapra-hangra.hu, és nézi, hogy olvastak-e valamit föl. Nem olyan a családi helyzete, hogy olvassanak neki. Kicsit elhanyagolt élete van, és mindig arra vágyik, hogy hallgassa azokat az emberi hangokat, és nézzék, na, ma érkezett mese, olvasd valaki nekem. És mindig olyan boldog, amikor valaki feltölt egy cikket, olyan öröm tölti el. Magyarországon 80 ezer látássérült van körülbelül, és évente kb. 6 ezeren vannak látássérültén, szóval nem kicsi az arány. És nagyon örülök, hogy ilyen segítségek jönnek létre mind a napokra. Egyébként most már Google Play Áruházban lehet tölteni Androidos telefon
róla a lefonóra alkalmazást, mint alkalmazást. Úgyhogy ha van egy pár percetek, akkor én buzdítanám a titeket, hogy gyertek a lefonóra, nagyon jó oldal, nagyon szeretjük mindannyian. Most köszönöm szépen a figyelmet, így vége fele. Belefér vége fel? Legyen még egy nagy összeg. Jól van, akkor ez egy virámoddal lesz. Szóljon az Amulai. Pozitív energiákkal végén találkoztam. Az igazság, hogy nem látom.
nem látok benneteket, de érzem azt, hogy milyen remek hangulat van itt. És végezetül még ennyit szeretnék mondani, hogy bármi kérdésetek van, akkor a Facebookon meg fogtok találni Agárdi Szilvia hivatalos oldala néven. És nyugodtan kérdezzetek bátran. Én igyekszem mindenre válaszolni. Én mondjuk, hogyha egy nap acélbevén, akkor nem biztos, hogy sikerül, de nagyon-nagyon igyekezni fogok. És bátran kérdezzetek tőlem. Szóval a Facebookon találkozunk még veletek.